Hello, sziasztok! Csöveslok 9! Még tart a nyolcadik rész, itt a 8.5-nél járunk ma, de ez a 9, mert ez az egyenirányításról szól. Háromfajta egyenirányítást hasonlítok össze. Most feszültség alapom. ugye a sima, nem értem ide, hogy ezek 2x1n4007. Itt ugye azzal egyenirányítunk kap egy 20 mikrót, egy 3,5 hz is folytót, ami 100 ohm DCR, aztán 390 mikró, és 6K8 az a két fokozat terhelés, és itt mérjük a fest. Ez itt ez a fészek. 20 mikró folytó, 390 műterhelés, trafó, diódák. Itt már elő van készítve a következő, ami ugyanez lesz, de most először ezt mérjük meg. No, dugjuk be! Kíváncsi hány volt lesz, ugye ahogy bedugtam már ott is van. Így van 416 voltunk, azt akkor ide 416 volt. Aztán ezt kihúzzuk, ezt itt eltüntetjük, és bekötjük ezt, addig, amíg kisül beszélek róla, ez 81 es csöves egyenállítás, indirekt fűtés, és az 1-es, 7-es lábbal kell adni a a tekercsnek a két végét, és indirekt fűtés a hármas lábról vesszük le, szóval az elmenő pedig ez, ez, a hármas láb, szóval ezt kötjük a egyesre, hetesre, hármasra, mert ugye a fűtésen be van kötve, a négyes ötösön kell fűteni, az be van kötve 6,3 voltos fűtésre, már ide elő van készítve. <coughs> Majd szóltam egy kis csokit, be van kötve a ZZ81, ugorjunk neki. Ja, műszer, hogy lássuk, hogy hogy épül föl. Most dugtam be. Szépen épül a feszkó. Nem is rossz. 16. 18 volt a kevesebb, szóval nem, nem, rossz. Ugye itt is ben volt a folytó, hogy nem, a, nem, a, nem, a folytó DCR, az betettem ide is direkt. Ha majdnem 400 volt is néha megvan. Itt írjunk be? 398-at? 398 volt. És akkor itt egy olyan csúpságot megpróbálunk, mert hogyha ez bekerülne a 6 -be és ezzel a csővel kerülne be, akkor meg kell próbálnunk azt, mi van akkor, ha 4 voltról fűttünk föl, szabálytalanul, mert ugye 6,3 volt AC a fűtése, az az 21 nek meg 4 volt AC a fűtése. És ez a fűtés fesz, ez nem kerülhet be így az erősítőbe. Akkor kell egy külön fűtőtrafo ennek a szerencsétlennek, mert egy 6-3-as fűtésünk van, és ott kell az erősítő csöveinek. Szóval most átkötjük ezt 4 voltos hűtésre, megnézzük, hogy akkor mit csinál. No, átmókoltam 4 voltos hűtésre. Dugjuk be. Hm? Elindult. Elindult. Mondjuk ez egy másik LZ81-es, de ugyanaz a kettő. Én közben teszteltem a két csövet. 3,98 volt az előbb. De hát, ugyanúgy meg lesz. Nem tudom az alufűtés ez mennyire nyírja ki. Inkább ez a kérdés, mert... 4 voltról fűtve is. 5 volt a kevesebb, de... szenved szegénycső alufűtve szaggatja ki az elektronokat belőle a, a tér. <laughs> a katódból, úgyhogy ez így nem jó. Na, kössünk át az 21 re Na, be van kötve az az 21 es ugye 4 volt a sütésü, de e, nem ide van kötve most, hanem ennek van egy, csak nem, észre rajzolom, nehogy letiltson a Youtube. Szóval ki van vezetve ez is itt. Hányos láb? Számoljunk inkább, hogyan van ez. Egy, kettő, három, négy, az ötös láb. Itt, itt, is látod, hogy ki van hozva a fűtés közepe, az ötös lábon, és most arról visszük el. A kondi felé, és akkor mérjük meg így. A hát rugjuk be a rendszert. Hajrá, azért 21 jól lenne, ha működné jól. Mert négy voltos fűtés van fölösbe a trafón. Na, már ott a feszkó. Csak egy kicsit sovánka. Ott a feszkó csak sovány. Várjunk még rá, hát amíg melegszik, hogy valami csoda történik. Ez 353 volt, az nagyon kevés, szóval itt ugye 416 volt szilíciummal, az indirekt ez 81 es tudta a majdnem 400-at, szóval az a 18 volt megbocsátható, de hogy itt majdnem 50 volt hiányzik, 45, még ehhez képest is, ahhoz képest meg fú, ez, ez így kevés, a 353. Most azt, ugye, akkor ezt ide be is írhatjuk, hogy 353 volt, és ez így a fűtés közép volt használva. Most még annyit megcsinálunk, hogy rákötjük az, ahogy általában kötik, szóval mondjuk a 8-as lábára, onnét vesszük le a tápot. Ugye nem ez egyszerűsége innét. És akkor mehet. Most nem a fűtés közepére, szerintem tök ugyanaz lesz. Hát mindjárt meglátjuk. Hát kicsi vettél, 355, 6, 4, hát, semmi. ez semmi. Ez, szerintem a hálózat ingadozott egy picikét. Szóval ugyanez a 353 volt, ha a fűtés középről van, hanem ez 353 volt teljesít. Szóval itt kezdődnek a gondok, hogy az egy kicsit kevés lesz, mert én az erősítőt aztán 400 voltra terveztem. Most a 350 az annyival kevesebb, hogy nem, nem lesz a kakaó, egész más munkapontokat kell beállítani, szóval ezen sokat fog gondolkodni, hogy kellett ám. De a lényeg az, hogy iratkozzatok fel, ez volt a tápegység kérdése, a csöves VS szilícium egyenlányítás kérdése. Hát hangba ez biztos, főleg az az 21 es direktfűtésű cső, ez lever minden. Sziasztok!